Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy videóban, egy újabb videó, olyan videó, ami még eddig nem igazán volt, vlog videó. Na, tehát, úgy döntöttem, hogy most már legyen egy pár vlog videó is, mivel látom, hogy annak ellenére, hogy elég inaktív voltam mostanában, mégis elég sok feliratkozó jött a csatornára, illetve a nézettség folyamatosan nő, annak ellenére, hogy gyakorlatilag alig-alig posztoltam mostanában valamit. Ennek megvan az oka, munka. Tehát munka mellett mostanában nem igazán értem rá videózni. Reggelente úgy voltam vele, hogy játszottam egy Dota meccset, utána mentem dolgozni. Este, mikor hazajövök, akkor inkább barátnőmmel foglalkozok, meg megyünk ide-oda, amoda. Tehát a játékot azt úgy kilőttük. Most viszont úgy döntöttem, és most úgy gondolom, hogy ideje visszatérni erre a videózásra. Itt van a nyár, jó idő, minden reggel. Több időm van most már egy kicsit, munka előtt tudok venni fel videót is. És most, amivel megkezdjük ezt az egész videózási folyamatot, tehát nem más lesz, mint a GTA-t. Egy nagyon kedves ismerősömtől Enkoron kaptam egy kódot, tehát eredetiben van meg a játék, letöltöttem én is ezt a varezos verziót, stb. Elindult, utána kilökött, szarakodott, utána nem indult, és akkor úgy voltam vele, hogy hát ez a játék nekem végül is úgy is kell. Úgyhogy az lesz vele, hogy megkaptam, így előre is nagyon nagy köszönet érte, tehát lesz belőle videó. A 4-ből is volt, a Liberty City-ből is volt, meg mit tudom én milyen verzió volt, tehát azok is meg voltak eredetiben, most már megvan ez is. Tehát indul belőle a végijátszás, mikrofonos videók lesznek, kérés alapján akár lehet webkamerás is, hogy ott az arcomat valamelyik sarokban majd lássátok. De igazából nem igazán erőltetném, csak hogyha tényleg kéritek. Mivel reggelente fogok videózni, ez azt jelenti, hogy olyan 6 óra és 7 óra között. De olyankor, mivel kint még nincs olyan világos, a szobám elég sötét, így még ha ezt a szar villanyt is fel, lámpát, mi a szar itt, mindegy. Ha ezt is felkapcsolom, akkor is nagyon siralmas a minőség webkamerába, de hát Istenem, ez van. Ha kéritek, lesz olyan videó, tehát úgy lesznek a videók, ha nem kéritek, maradnak egyszerűen mikrofonos videók. A játékról egyébként úgy tervezem, hogy 30 perc és 60 perc között, tehát fél óra, egy óra. Ez most attól függ, mikor hogy lesz idő, mert mikor 9-re megyek dolgozni, akkor valószínűleg csak fél órás videó lesz. Mikor 11-re, mint ezen a héten is, akkor viszont olyan egy órás videókra lehet számítani. Nem szeretnék ilyen 10-15 perces videókat csinálni, mert akkor telefludulom az egész YouTube-ot csak GTA-val, tehát akkor így rohadtul sok lesz, és én ezt nem igazán kedvelem mostanában. Aki akarja, úgyis megnézi a hosszú videót is, mert belenézel 10 percet, ha nincs időd, elmész, majd visszatérsz, folytatod. Tehát nekem végül is így egyszerűbb, meg szerintem a nézőknek is jobb az, hogy most nem 15 percenként állandóan látogassátok a videókat, hanem konkrétan lássátok úgy normálisan. Meg azért egy-egy küldetés van, ami igen, csak hosszú, főleg majd mikor később nem fog sikerülni első, és akkor újra próbálod, és akkor azért jobb lesz ez így szerintem. Közben azt figyelem állandóan, hogy töltöm fel az első videót, ami majdnem egy órás lesz. Igen, az nem lesz publikálva valószínűleg csak este, mert én mindjárt el kell menjek dolgozni, úgyhogy munkából meg vagy lesz időm belépni, vagy nem lesz idő, meg most konkrétan nem is a céghez megyek, hanem valami más munkát csinálni. Ugyancsak cégen keresztül, csak mindegy, tehát nem azt, amire én le vagyok szerződve, úgymond. De ezt is meg kell csinálni. Megkértek, segítek, oké. Tehát este fogok hazérni, valamikor 8 óra körül. Valószínűleg akkor lesz kipublikálva ez a videó, addig feldolgozza a YouTube is, stb. Bár most is már 34%-on van a feldolgozás, a feltöltés már megvolt. Tehát most ez lesz. Le vagyok maradva rengeteg játékkal egyébként, amiről nem volt mostanában videó. Ezeket lassan-lassan megpróbálom majd behozni. Attól is függ, hogy mikor milyen kedvem lesz, tehát ez attól megy. A GTA-ról viszont úgy szeretném, hogy azért napi egy videó, kívül a hétvégén, mert hétvégén nem lesz belőle napi szinten, mivel én pénteken vagy szombatig dolgozok, de szombaton, vasárnap nem videózok egyáltalán, úgyhogy ahhoz kizárt, hogy akkor legyen videó. Esetleg, hogyha sikerül, felvegyek előre pár részt, és akkor így marad, be lesz ütemezve szombatra, vasárnapra, úgy van esély rá, hogy legyen több videó, tehát hétvégén is videó, de egyébként nem valószínű.
vlog videó meg olyan dolog, hogy azt úgy gondoltam, hogyha látom, hogy van rá, tehát lesz rá nézettség a videónak, illetve van rá igény, akkor azt úgy heti egy videót szeretnék tenni. Hát, hogy miről lesznek ezek a vlog videók, tapasztalatok, ilyen valamit látok, ami tetszik, nem tetszik, azt én így elmondom. Illetve, hogyha tesztek fel kérdéseket Facebookon, akkor ottan azokra megpróbálok válaszolni. Tehát gyakorlatilag bármire válaszolok, ami kérdéseket feltesztek. Jó, most jöztek az ilyen hülyeségekkel, meg trollkodásokkal, azt úgy magasról leszarom egyébként. Ha elmondjátok a véleményeteket, mi tetszik, mi nem tetszik, ezekre majd reagálok normálisan. Gyakorlatilag, mivel úgy lesz jó egy videó szerintem, hogyha azt kapja a néző, amit szeretne. Ez viszont nem azt jelenti, hogy ha ti azt mondjátok, hogy itt félpucéran videózzak, meg rohangálják, meg őrüljék, mint egy idióta, az kizárva. Tehát az a lényeg, hogy azért kapja meg a néző is, amit szeretne, illetve én is érezzem jól magam. Mivel azért is van ezen a csatornán mindig így vannak a videók, tehát nem vágott videók, nem azért, mert nem tudok vágni, nem azért, mert én azt akarom, hogy azt lássátok a játékból, amilyen valójában. Most ha bénázok, vagy balfasz a játék, és elbasszom, vagy valami, akkor ti ezt lássátok. Mert hogyha ti letöltitek a játékot, megveszitek, elkezdtetek játszani vele, és akkor meglátjátok, hű, bazd meg, hát ezen hogy ment át? Hát persze, kivágja, és akkor csak azt teszi be, ami jól sikerül, meg ami jól megy. Nem, nálam ilyen nincs. Tehát nálam, ahogy van az eredeti játék, ahogy van a sztori, ezzel így megyünk szépen sorban, nincsenek vágások, még ilyen szarságok. GTA 5-ről az első véleményem az, hogy jó, bár én egy picit grafikailag többre számítottam, de nem vészes. Tehát az a jó, hogy egy kártyával 2K-ba, tehát ultra wide-on nagyon szépen fut. Bár vannak pillanatok, amikor úgy beesik 10-15 FPS-re a felvétel alatt a sebesség. Ami előfordulható, van egy kicsit szar állapotban lévő harddiskem, amire épp arra videózok, mivel még igen, nincsen harddiskem, ami gyors legyen. Hát, meg hát még háttérbe futnak dolgok, amik arról mennek, és van, amikor terhelés 100%-ra megy, és olyankor kicsit belaggol, de ahogy láttam, ez ilyen fél perc maximum, addig egy kicsit úgy szarakodik, de utána helyrejön. Tehát stabilan van 30 FPS fölött a játék felvétel alatt is, és ez így fog menni végig. Ultra wide-ba. Most ha levenném Full HD-ra a grafikát, vagy mit tudom én, akkor valószínűleg jobban menne, de tehát így is tökéletesen jól megy. Most az, hogy beesik 10 másodpercet, 15 másodpercből 30 FPS alá, ki nem szarja le. Na, szóval ez így. Gondolkodtam, hogy legyen majd livestream is esetleg, főleg majd a GTA 5 online-nál, hogyha tudok majd pár ismerőst, biztos találok enkoron, aki szeretne majd így játszani online. Abból lehet, hogy lesz livestream, tehát már próbálgattam, láttam, megy jól, gép bírja jól, net van bőven sávszél, szóval minden perfekcióval működik. Ez most attól függ, hogy tudom megoldani időben, mivel mondtam, hogy este már fáradtam, azért munkából igazából fasznak sincs kedved játszani, meg hát inkább a barátnőmmel foglalkozok. De előfordulhat, hogy lesz egy-két livestream is, de ez még csak a jövő, tehát ez majd kiderül, hogy milyen lesz, meg lesz egyáltalán. Illetve láttam, hogy nagyon szeretitek, hogyha barátnőm is benne van egy videóban, majd megpróbálom vele megbeszélni, hogy azért legyen egy ilyen vlog videó főleg, amiben ő is szerepeljen. Aztán, hogyha lesz kedve hozzá, illetve hogy ti is szeretnétek, akkor őt is bevonjuk kicsit ebbe az egész beszélgetésbe, illetve ugyanúgy lehet tőle is kérdezni, és akkor majd ő válaszol a kérdésekre, ami neki jön. Tehát gyakorlatilag ez lenne a lényeg. Igen, bentyús póló munkám miatt onnan kaptam ajándékba. Hát gyakorlatilag ez a cél. Írjátok le véleményeteket ugyanúgy a játék videókról, illetve a vlog videóról, és szeretnétek még, nem szeretnétek, milyen témát szeretnétek. Tehát ez gyakorlatilag úgy is úgy működik, hogy amihez nekem van kedvem, illetve szeretnék beszélni róla, és tetszik valami, nem tetszik valami, egy új játék, új hardverek, tehát ilyenek is lesznek, illetve lesznek még esetleg olyanok is, hogy valakivel közösen úgy beszélgetés, meg ilyen dolgok, de ez is, mivel hogy én inkább reggel vagyok aktív, olyankor a normális emberek még alusznak, tehát ez is ilyen kicsit necces dolog, de megoldható, hogyha úgy alakul.
nem tudok állandóan a kamerával beszélni, úgyhogy nekem ez még szokatlan, de majd hozzászokunk, remélem. Kamera pozíció egyelőre így van, mert most nem volt a kedvem az állványt előszedni, és amúgy is rumli van a szobában. Az asszony ki is nyíra az ön érte. Tehát ez lenne a lényeg. A videókat posztolom folyamatosan Facebookról, illetve oda még jönnek képek, baromságok, tehát most már visszaindul az élet ott is. Ott hagyjatok inkább üzeneteket, vagy írjatok a falra, stb. Kommenteljetek, mert azokra reagálok jobban. YouTube-on is szoktam hébe-hóba, de azt ott annyi baromságot kapok, hogy azt nem szoktam figyelni folyamatosan. De Facebookra akár még munkából is tudok válaszolni egy-egy kérdésre, vagy max hozzászólok, hogy ez majd benne lesz a következő blog videóban a válasz, és akkor ez így normálisabb lesz. Hát azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna mondani, nem szaporítom a szót. Ha tetszenek a videók, lájkoljátok, osszátok meg, népszerűsítsétek a csatornát. Nem kötelező, én meg vagyok így is, úgy is, tehát végül is teljesen mindegy. A videókat főleg a nézői miatt csinálom, de azért is magam szórakoztatása céljából, mert azért tetszik nekem is, mikor játszok, és akkor már úgy is játszok, akkor miért ne vegyem fel, miért nem osszam meg másokkal is. Ilyen alapon működik ez az egész. Na, hát gyakorlatilag ennyi lett volna ez a videó, nem szaporítom tovább a szót, és nem is akarok feleslegesen pofázni itten, ha kell, hanem. Tehát nézzetek, kérdezzetek, én majd válaszolok. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!